A pécsi székesegyházi ünnepies köszöntő után a bizonytalan időjárás miatt a rózsakert megnyitóját a dómkötárban tartották. A szakrális helyszínen Felföldi László pécsi megyés püspök megáldotta a teljesen felújított kertet. A rózsakert a Szent Péter és Szent Pál székesegyház közelében a pécsi egyházmegyei könyvtár szomszédságában található. Gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Kegyelmedet kérjük tehát, Urunk, a rózsakert felavatásakor, hogy itt minden a szabadidőt és a szellem felüdülését szolgálja, a test és a lélek egészségének megerősítésére. Kulturális és turisztikai szempontból kiemelkedő a kert felújítása. Még 2016-ban egy kormányzati pályázat keretén belül valósult meg. A legnagyobb ebben a rózsakertben, hogy hát ez Pécs történelméhez kötődik, tehát ez egy nagyon ősi hely, nagyon ősi terület. Nyilván a feltárások is előhozták azokat a dolgokat, amik megalapozzák ezt, és tudom, hogy sok-sok ember, sok-sok család szívében is jelen van, és így egy kicsit a város természeti szépségéhez, park világához tudtunk hozzáadni. Az időjárás megenyhült, és már is benépesült a rózsakert, melynek angol parkjában a kert elnevezéséhez és a műemléki helyszínhez alkalmazkodva a rózsavirágok kaptak hangsúlyt. A látogatók pedig már is birtokba vették a helyszínt. Az augusztus 20-ai Kovász elnevezésű első pécsi egyházmegyei családi fesztivál programjait a rózsakerttől a püspöki palotáig a pécsi egyházmegye turisztikai csoportja tervezte meg. Annyira gyönyörű tereink vannak, és nagyon jó lehetőségeink, és püspök atya is nagyon nyitott volt rá, hogy ezeket a tereket berakjuk, így a koncerteket be tudtuk hozni a püspöki palotába, a dombkőtárba, a gyerekprogramokat a püspöki kincstárba, a Magtál látogatóközpontba, és aztán az idő kegyes is hozzánk, mert minden helyszínen minden megvalósulhatott. Kicsik és nagyobb gyerekek is kipróbálhattak számos játékot, különböző foglalkozásokon vehettek részt. Többek között kézműveskedtek, origamizhattak, népi játékokkal ismerkedhettek, de volt itt ugrálóvár, robotika, elektronika, íjászat, családi játék.